Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Az első osztályú városi kispályás labdarúgó bajnokság 20. fordulója egy kiesési rangadóval kezdődött. A mérkőzés előtt a fészeképítők a 11., míg a bádogos a 12. helyen állt a tabellán egy pont különbséggel. Így érdekes mérkőzés elé néztünk. Fészeképítők bádogos összecsapás, két nyeretlen együttes találkozója, hiszen tavasszal még egyik csapat sem aratott győzelmet, a fészeképítők mindössze egy pontot szerzett, a bádogos pedig még döntetlen sem ért el idén. A két együttes a tabella hátsó régiójában található értelemszerűen. Az eredménytelenség ugye hozza magával az ilyetén változásokat. A fészeképítő a 11., jelen pillanatban 15 ponttal, míg a bádogos a 12., 14 ponttal. Mindkét csapat 4 győzelmet szerzett eddig a bajnokságban. Egy nagy helyzet, Ág Csaba lőtt kapura. Kék mezben a bádogos, szokásos narancs mezében pedig a fészeképítők együttese. A két együttes összeállítása a fészeképítő gárdájában, amely jobbról balra támad a képernyőn. A kapuban Vinica Jádám, majd a mezőnyben kettessel Knauz, hármassal Kozár, négyessel Spanner László, ötössel Zsédai Attila, hatossal Spanner György, nyolcassal Zelei Zsolt, kilencessel Őrsi József és huszassal Szilágyi Attila. A bádogos csapatában Bodó László áll a kapuban, a mezőnyben pedig Jurászik, Balog, Nyakas, Ág, Strommer, Takács, Skultéti és Takács Zoltán foglal helyet. Egy bádogos akció, egy lövés, amely elsuhan a kapu előtt keresztbe. A második percben járunk, 0-0-ás mérkőzés állás. Egyenlőre a bádogos előtt adódtak nagyobb lehetőségek. Igazán gólhelyzetről azonban még nem beszélhetünk. Szilágyi Őrsitől kapta, illetve Zsédejtől kapta a labdát. Ág Csaba. Strommer elképzelés jó volt, azonban középen nem érkezett játékostárs. Így Vinicai zavartalanul vehette birtokba a labdát, Őrsi gurítja le, aztán a játékszer végül kipattan a palánk mögé, Knausz Péter mászik beérte, és majd a fészeképítők dobhat. Szilágyi bedobása, Zsidej próbálkozott, levágódott azonban a védőről, most lehet ismételni Őrsi, és ez pedig már Bodó kapusé. Stoner, Akas, Knauz szerelte. Bádogos bedobás. Igen, csak lecsúszott Ág lábáról a labda. A negyedik percben járunk. Újabb bádogos bedobás. Knauz szögletre ment. Nyakas érkezik a sarokrúgáshoz. És itt van az első találat. A gólszerző pedig Strommer. Az 5. percben megszerzi a vezetést a bádogos együttese. Nem kellett tehát sokat várni gólra. A bádogos tavasszal eddig gólgazdag mérkőzéseket vívott, melyekből egyszer sem jött ki jól. A 14. fordulóban, vagyis a tavaszi nyitányon a Turulánynal 3-2-es szoros csatát vívtak, ott a
Turul lány nyert 3-2-re, aztán a 15. fordulóban a Szépül Szedertől 9-4-re kaptak ki. Majd következett a Sümés Barátai. A Sereghajtótól kaptak egy 6-ost, 6-1 lett ennek a mérkőzésnek a végeredménye. A 18. fordulóban a Korral 3-0-ra verte a Bádogost. A 19. fordulóban pedig szabadnapos volt a Kékmezes együttes. Egy labdaszerzés levágódott, Spanner György próbálkozott. És hogyha a Bádogos eredményeit ismertettem, akkor fussunk végig a fészeképítők találkozóin is. A fészeképítők a tavaszi nyitómérkőzésen a Fedél Kft-től kaptak ki 7-1-re, majd ezután következett a Csíkuszvé és egy 5-4-es vereség szoros csatában. Majd a Cooper SC-től kaptak 4-1-re ki. A 18. fordulóban a Bombontól 6-2-re, és aztán a 19. fordulóban szerezték első pontjukat, akkor a Blue Hétfővel x-eltek, 4-4 lett a mérkőzés eredménye. Őrsi jól tartja, aztán végül sikerült tőle elvenni a labdát, Nyakas levágódik Zsédejről. Hetedperben járunk, 1-0-ás Bádogos vezetés. Nyakas. Vinicai kapus. Spanner László. Őrsi. Skultéti zavarta. És lépett közbe. Őrsi bedobása. Spanner László forgolódik, és aztán kikeveredik a kapu előteréből, Szilágyi Lőse pedig elkerüli a Bádogos ketrecét. Ősszel a két együttes csatájából a Bádogos került ki győztesen, mégpedig 9-4-re nyertek akkor. Abban a csapatban leginkább a gólgyártásban Terjánszky Pót Péter vitte a primet, aki összesen 4-szer talált a Bádogos hálójába, illetve a fészek hálójába, elnézést. De ő most nincs a pályán, nagy pályás elfoglaltságai miatt. Spanner László kap sárga lapot, és ez azt is eredményezi, hogy 2 perces büntetésre vonulhat. Ugye a fészeképítők most ember hátrányban játszik 2 percig, a szabadrúgást pedig Strommer fogja majd elvégezni. Kérdés, kinek gurítja le? Nyakas közbe lépnek, Knauz indulhat. Szilágyi tartja még a labdát. Cselekkel próbálkozott, ketten álltak előtte, nem is tudta elvinni. Strommert szerelik időközben. Spanner György volt az. Skultéti. Nem is volt rossz lövés. A kapufáról vágódott vissza, és a játéktéren kívülre a labda.
marad az egymúlás bádogos vezetés a 10. perc előtt. Spültéti Nakassal játszott össze, pontosabban játszott volna, ha nem kerül ki a labda a vonalon túlra. Spanner György hazadobja a labdát, aztán Vinicai játszadozhat vele, és Spanner László hozza fel végül. Knaus. Egy távoli lövés, igen, csak lecsúszott a lábáról, messze-messze a kapu fölött hagyja el a labdajátékteret. Skultéti. Őrsi kumótosan lép ki rá, Szilágyi már annál aktívabb a túloldalon. Vinicai nagy kidobása nem igazán volt eredményes. Visszakerül hozzá Spanner. Nyakas és Szabó együttes erővel szerelik. Spanner György. Strommer. Balog. Szép volt a kötény. Még aztán kifelé járt a szabad rúgás. Vinicai. Knaus. Egyből visszafejelik Strommer, Balog kéri, kapja is, sarokkal próbálta beterenni középre, egy bedobást kiharcolt vele. Ág Csaba érkezik a bedobáshoz, Strommert kereste, meg is találta Strommer fejéről, azonban a kapu mellé pattan a labda. Horváth Lászlót kell figyelmeztetni, a bádogos csapatkapitányát, csapatvezetőjét, hogy bizony a kapu mögötti, az alapvonal melletti kijelölt területen maradjon, és ne bandukoljon a félpályáig. Vinicai. Knaus. Spanner Jörg. Spanner László, most már a labdával. Balog volt szabálytalan. 13. percben járunk. 1-0-ás bádogos vezetés. Szép játék! És az oldalhálót találta el Spanner György, ha jól láttam. Őrsi gyorsan elvégzi a bedobást, Spanner László szeridítette meg, Spanner György. Aztán Szilágyi szereli Strommer. Spanner érkezett hátra, és szerezte meg a labdát a Balogtól. Kultéti bedobása. 14. percben. Őrsi. Eladja. Nyakas. Ügyel bajjal, de megtartotta a labdát. Egy nagy lövés. Elkerülte a fészek kapuját. Spanner László. Szilágyi.
Skultétiben akad el. Őrsi, Szilágyi, Spanner Lászlót előzték meg. Azonban a labda Balog lábáról hagyta el a játékteret. Fészek bedobás, és most már Knauz a labdával. Spanner György, Szilágyi. Strommer indulhat meg az elvesztett labdával. Felzárkóznak a társak 3-1-ben. Most visszaérkezik még egy fészekvédő, Strommer, és oda a lehetőség. Vinicius nyitja ki, Őrsi egyből át a túloldalra, Spanner László tartja. Szilágyi egészen hátra Knauznak, és aztán lehet felvezetni az akciót. Spanner László nyakasban akad el. Spanner György, Őrsi. Balog volt szabálytalan. Őrsi bedobása. Szép akció volt. Spanner Györgytől kapta vissza a labdát, egyből kapura lőtt. A bádogos hálóőre azonban résen volt. Aztán Spanner László próbálkozik egy váratlan lövéssel, ami elkerüli a kaput. Balog próbálkozott egy csúsztatással. Vinicai résen volt. Őrsi felpörgeti, aztán kiadja a szél. Knauz. Szilágyi. Sokat van levegőben a labda. Nyakas szeridítette volna meg, Spanner azonban szerelte. Knauz. Ág mellett elmegy, Skultéti keresztez. Strommer. Egy jó csel, aztán egy ballábas lövés, a kapu flé. Marad az 1-0-ás bádogos vezetés. Mindez a 17. percben. Szilágyi bedobása. Helyesbítenem kell, nem is Bodó védi a bádogos kapuját most, hanem Takács. Vinicai. Skultéti fejéről pattant ki a labda. Szilágyi bedobása. Őrsi. Egyenlőre tartja a labdát. Szilágyi. Őrsi. Kijön a kapusról, és az ismétlést fektében Őrsi József már a hálóba juttatja. Egyenlít a fészeképítő a 19. percben. Őrsi József a gólszerző. Őrsi egyébként nagy versenyben van a gólkirályi címért. Csapatának bármennyire is nem megy, azért ő szorgosan lövi a gólokat. Közben cserélt a bálogos együttetese, Jurászék érkezett a pályára. Skultéti Jurászék felé. Nyakas. Fészeképítőben is új játékos a pályán.
Zelei Zsolt 8-as számmal. Skultéti gyurászik. Dinicainak kellett hárítani. Zsidej. Hát ez üzen kevezés volt. Strommer kezére kattant a labda. Fészek szabad rúgás. Árp Csaba sarkáról messze a magasba pattam a játékszer. Nem is érkezik vissza, fent maradt a lelátón. Szilágyi. Bedobás. Mutatják a játékvezetők. Nausz. Ugrászik bedobása. Nyakas. Zsédej szerelte. Nagy lövés a kapu mellé. Szép játék volt. Nyakas lőtt ballal balról. A jobb kapufa mellé. Egy egyes mérkőzés állás a találkozó 22. percében. Spanner László, jók a cselek, Strommer nem tesz szerelem. Nauz. Zsédej. Nauz kap vissza. Zsédej Attila, Szilágyi, jól gurigáznak most a fészek játékosai, Skultéti érkezett vissza a beadás. Pillanatában. Egy nagy lövés és egy nagy gól, mindez pedig a fészeképítők vezető találatát eredményezi. Szilágyi passzolta el a labdát a szöget alkalmával. És érkezett Spanner László, aki kilőtte a bal felső sarkot. 2-1-re vezet. A fészeképítőket megfordították az eredményt. És a 23. percben járunk. Skultéti bedobása. Vinicai. Spanner. Zelei. Skultéti. Strommer. Őrsi lépett ki jókor. Hád. Az ő lövése pedig elkerüli a fészek kapuját. Szilágyi. Spanner László csúsztatta meg. Ágbedobásra, Jurászik sarokkal, Vinicai. Nyakas. Kozár elvétette a labdát. Most állt be az utóbbi percben Kozár Ferenc. És aztán a bádogos pedig elpuskázta a lehetőséget, Jurászik vezette ki. Nyakas. Ág. Spanner László érkezik. Most már egyre keményebbé válik a mérkőzés, most Nyakas volt szabálytalan. Spanner Lászlót buktatta. Az első félidő utolsó percében járunk. 2-1-es fészeképítők vezetés. Spanner végzi el a szabadrúgást, és szöglet lett a dologból. Szilágyi sarok rúgása. Takács kapus fogja, a kirúgása pedig messze száll. Azonban a kilépő fészekvédő tisztáz. Skultéti. Jurászik. Hát, hogy bizony volt némi lögdösődés a hatoson belül.
és Stromer kap sárga lapot, és persze 2 percet reklamálásért. És még mindig mondja magáét, hogy bizony rángatták a mezét, és nem véletlen esett el. A szabad rúgás pedig kifelé jár. Szilágyi. Vége az első félidőnek, 2-1-re tehát a Fészeképítők vezet a Bádogos együttese ellen. Megkezdődött a második félidő, 2-1-es Fészeképítők vezetés. Balog. Jó labdaszerzés és egy szép lövés, mindez Spanner Györgytől. A második félidő első percében. A találkozó elején ugye a Bádogos szerzett vezetést, és akkor még a Fészek akkori játék alapján nem igazán lehetett volna gondolni, hogy megfordítják még ugyanabban a játék részben az eredményt. Spanner, Szilágyi, Takács fogja meg. Spanner László. Spanner György. Nyakas volt, szabálytalan. Spannert rántotta le. Mint egy másfél méterre hátrébről kell elvégezni a szabad rúgást. Spanner. Őrsi. És aztán kivágják a kémezesek. A második félidőben egyenlőre egy kapuzik a Fészeképítők. Amikor 2,5 perc telt el ebből a játék részből, és a Bádogos első támadásából egyenlít, Stromner érkezett középen, a gyors leindítás eredménye pedig a Bádogos második gólja, 2-2 a mérkőzés állása. Stromner második találata. A 28. percben járunk. Hát bizony a narancsmezesek nem igazán figyeltek most a védekezésre. Stromer szöglete. Spanner László. Stromer volt határozott. Egyedül maradt középen, és bizony Micainak nyújtóznia kellett. Nyakas érkezik a sarokrúgáshoz. Ez nem volt egy túl jó próbálkozás. A kapáslövés egy picit célt tévesztett. Spanner. Bádogos bedobással folytatódik majd a játék. 2-2-es mérkőzés állás a második félidő 4. percében. Stromer próbálkozott átvergődni a Fészek védőkön, ez nem sikerült. Skultéti kezezése után Fészek szabad rúgás, amiben talán több lehetőség volt, több lehetőség rejlett.
Spanner László. Szilágyi nagyon nagy labdát kap, beadni azonban nem tudja. Nyakas zárta jól a szöget. Őrsi, és ez pedig levágódik. Szoglek. Spanner László szorul le. Kifejeli egy kérdezes védő. Strömer, Vinicai nagyon jó helyen állt. Nyakas, hát ez most csúszott a lábáról. Szilágyi. Kozár. Fészek szabadrúgás. Spanner. Őrsi felé, akit szerelnek. Szilágyi még bent tartja. De csupán a Csabát segít ki. Kozár Ferenchez kerül vissza a labdátra. Spanner György. Vinicai. Őrsi vehette volna, de azonban melléről egy picit messze pattant a labda, és megint csak Vinicai veheti birtokba a játékszert. Szilágyi, Spanner László, Őrsi. Spanner György. Kozár. Spanner fel a magasba, plafont ért a labda, így játékvezetői feldobással folytatódik a játék. Strömer visszaadja sportszerűen a labdát. Második félidő, 7. perce, 2-2-es mérkőzés állás. Egy pillanatig áll a játék, illetve néhány másodpercig, amíg a fészek játékosai felzárkoznak a bedobáshoz. Őrsi végezte el, Spanner forgolódott a hatos vonal környékén. És minden mellett szabálytalan is volt. Gyabád Okos végezhetett el szabad rúgást. Spanner György. Takács szerelte. Spanner György bedobása. És Takács kapus húzta le. Skutéti. Zsidai Attila lábáról pattan vissza. Strömer. Nagyot eresik. Spanner László rúgta össze a bokáit. A döntetlen tulajdonképpen egyik csapatnak sem jó, hiszen az... És pont most, amikor ezt mondanám, hogy hiszen az egy pont egyik együttesnek sem felelem, mert ekkor Skultéti bombagolt ragaszt a kapu jobb felső sarkába. Így most már 3-2-re vezet a Bádogos együttese, visszaveszik tehát a vezetést a kékmezesek. Mindez a második félidő 9. percében. Ág. Skurulti. Takács. Vinicai.
Zsirely, Spanner László, majd pedig Kozár a labdával. Spanner kapja vissza. Strom próbálta megszerezni, Spanner László azonban kilökte őt a labda alól, így kifelé jár a szabad rúgás. Skultéti, a harmadik bádogos gól szerzője, és aztán most már Spanner György próbált volna megindulni, ez nem sikerül. Egy nagy lövés, óriási kapufa. Aztán a másik oldalon is egy addig kisebb bomba. Őrsi próbálkozott, Takács kapus azonban a helyén volt. Balog. Kozár. Kozár ívelte előre. Spanner György nem tudta megszeridíteni a labdát. Második félidő 12. perce. 3-2-es bádogos vezetés. Spanner. Spanner László. Jóka Cselek, még mindig ő ballal lő. Óriási helyzet volt, és mit hagyott ki Zsédei Attila? Üres volt a kapu, és 3 méterről a ketrec fölé emel. Hát ez érdekes szituáció volt. Maradt tehát a 3-2-es bádogos vezetés. Vinicai. Takács. Balog jól vette át, azonban erő két narancsmenes védő zárt össze előtte. Így meghiúsult a lehetőség. Ágbebabása. Ez egy kemény fejeres. A labda azonban messze elkerüli a kaput. Kozár. Spanner. Második félidő 14. perce, bálogos akció. Balog lő, és nem sokkal került el a labda a bal kapufát. Szöglet. Beleérjön is egy fészek játékos. Strommer vére pedig nem igazán jelent veszélyt most a fészek kapujára. Szép terelés. Takács kirúgása. Üres területre. Egy másik hálóőr. Vinici verte birtokba a labdát. Bádogos bedomás. Kozár lépett ki jó ütemben. Most mintha a bábos irányítná a mérkőzést. Kozár. Radja a labát. Takács, aztán Balog szerezheti meg sarokkal vissza. Strommerhez nem jut el. Szilágyi végzi el a fészeképítők szabad rúgását, meglehetősen gyatrán, hiszen ebből indulhatnak most a kétmezesek. Az akció azonban hamvába holt.
Szilágyi. Jó volt a csel, csak egy picit hosszú. A labda kikerült az oldalvonalon túlra. Ág. Szilágyi érkezik rá. Skultéti. Ez szép vonulás volt. Sarokkal tette tovább Takács. De nem saját emberhez. Fészek szöglet. 15. percben a második fél időben. Kozár. Egészen hátra Knauznak, aki éppen most érkezett a cserepadról. Balog indul, nem egzisztik szerben Balog. Vinicai védőriás itt. Balog Zoltán nem igazán tudta érzésem szerint, hogy a kapu mely részébe is akarja lőni a labdát, és ez volt Vinicai szerencséje. Strommer a kapupát találja telibe. Szilágyi. Skultéti. Most nagyon nagy offenzívább kezdett a bádogos. Spanner László, illetve Spanner György szerelt. Strommer fejese, Vinicairól jön ki, és aztán a kapus szögletre ment. Marad 3-2-es bádogos vezetés, és most nagy nyomás alatt a fészeképítő kapuj. Knauz. Spanner László. Szilágyit szerelték. Balog jól veszi, hát ballal lő, Vinicai pedig hárít. Kint volt már a labda, így bádogos bedobás következhet. Vinicai húzza le biztos kézzel a labdát, és már is gurítja ki Szilágyinak azt. És megint csak a két nevesek fordulhatnak. Balog szép cselek után egy gyönyörű gól. Bal lábbal a bal alsó sarokba gurítja el a labdát. 4-2-re alakítja ezzel a mérkőzés állását. A második félidő 18. percében. Ez egy szép gól volt. A fészek védelme tulajdonképpen állva van iszte az eseményeket. Egy újabb labdaszerzés Balogdul meg, és most Spanner László saját kapujára volt veszélyes. Knauz, Spanner György, Spanner László zárkózik fel. Óriási kapufa Szilágyi lövése nyomán. Négy-kettes bádogos vezetés. A második félidő 19. percében. Lassan tehát megkezdődik a mérkőzés hajrája. És bizony a fészeképítőknek most bele kell adni a apait, anyait, hogy itt fel tudjon zárkózni. Az útművertek tanulsága szerint azonban erre jelen pillanatban nem igazán lehet sok esélyt látni. Szilágyi, Strommer által útját. És kirúgás. Egy jó labdaszerzés, Jurászik. Jurászik még mindig középre próbálja, és másodszor is Spanner Lászlóban akad el a labda. Strommer. Vinicai. Az elelei hiába futott a labdáért.
aztán nem érte be a vonal előtt. Jurászik, szép egyirítős játék, és aztán Spanner. Szilágyi, Őrsi indul meg a bal oldalon. Őrsi! Belelépnek a lövésébe. Szilágyi. Ballal lő. Alkapu előtt keresztbe elsúlyan a labda. És szöglet. Szilágyi ismételhet a sarokból. És aztán még próbálkozhat. Kevesebb mint 5 perc van hátra a mérkőzésből, 4-7-es átlagos vezetés. Jurászik, Strommer, Spanner szerelte, és szögletre mentett. Szilágyi. Takács szerelte. Szilágyi belövása. Zeleivel elváltott. Strommer indulhat meg a jobb oldalon. Strommer elviharzik. Jurászik. Jól gurítja le. És Vinicai. Nagyon könnyedén játszák át a fészek védelmét. A bádadagos támadói. Strommer! A kapufáról jött ki a labda. Knauz. Takács buktatta. Második félidő 22. percében járunk. Szilágyi. Őrsinek hosszú. Hát ez most egy nagykapus hiba volt. Takács ütverseny Őrsivel egészen mint a kapujából. Őrsi mellé. A kapus még a 7-es vonal tájékán óvágott, amikor Őrsi lőhetett kapura. A labda azonban elszállt a kapu előtt keresztbe. Szilágytól veszik el a labdát, nyakas, szép játék volt ez is, Jurászikkal játszott össze, kapásból lőtt, azonban a labda célt tévesztett. Strommer, Jurászik, Knauz veresz szemben. Kettő perc van hátra a mérkőzésből, 4-2-es bádogos vezetés. Strommer, Jurászik. Knauz szerelt önfeláldozóan. Strommer, Takács, Knauz, Spanner György. Strommer szerzi meg a labdát. Strommer még Jurászik a túloldalon kapja is. Ezek pontosan kapná, hiszen egy icipicit hosszabb és erősebb volt a labda, mint Jurászik számított. Így a fészek fordulhat. Megkezdődik lassan az utolsó perc a mérkőzésen. 4-2-es bádogos vezetés. Takács kapus húzza le. Jurászik. Knauz próbálja őrizni. Nyakas. Szöglele. Jurászik érkezik a sarokrúgás elvégzéséhez. A mérkőzés 50. percében Ák Csaba egy érdekes mozdulattal sarokkal próbálkozott. A labda azonban a kapu fölé szállt, egy jól a szerzés, balog,
Szicselek és gyönyörű gól. Elfektette Vincait, aztán pedig a tereten kapus fölött emelt a hálóba. Balog második gólját szerzi, ezzel 5-2-re alakítja a mérkőzés állását. Az utolsó percben, kérem szépen. Itt most már érzésem szerint nem igazán lesz változás, ha csak most nem. De Öcsi labdája elkerülte a bábúgos kapuját. Vége a mérkőzésnek, a bálogos tehát 5-2-re verte a Fészekévítők együttesét. Azt, hogy mondjam, megérdemelten győzött a kékmezes bálogos gárdája. A bálogos győzelmével megelőzte riválisait, és pillanatilag elkerült a kieső zónából. Lássuk, mi történt még a 20. fordulóban. Az utóbbi tegekben gyengelkedő Fedel Kft. A bogót ostromló Blue hétfővel csapott össze. A találkozót hétfő kezdte jobban, de a fehérmezes Fedél gyorsan magára talált. Sőt, túlszárnyalta a jelenlegi formáját, a vezetést is átvette. A félidő zárása előtt történt még egy fordulat. A kékek egalizálták az eredményt, majd előnyre tettek szert. Fordulás után már a Fedél Kft. Irányított. Újabb egyenlítésük után felszabadultan játszottak, és állva hagyták a széteső Blue hétfőt. A találkozót végül a Fedél 6-3-ra nyerte, felzárkózva ezzel az élmezőnyhöz. A tabella negyedik helyén álló C plusz V a második Bombonnal találkozott a 20. fordulóban. A mérkőzést a Bombon kezdte jobban és lendületesebben. Mezőnyfölényének gólokban is hangot adott és kétszer talált a címvédő hálójába. A C plusz V egyáltalán nem vetetődött meg hátránya tudatában, és továbbra is szép támadásokat vezetett, leginkább a széleken. A kékmezesek még a félidő zárása előtt szépítettek. A második játék részben bizony akadt dolguk a kapusoknak mindkét oldalon. Helyzetek sokasságát igen, azonban gólokat már nem produkáltak az együttesek, így maradt a 2-1-es végeredmény, melynek a Bombon örülhetett. Ez a fia játék, az egyiknek veszteni is kell. Bár a múltól is óriási pekkel kaptunk ki, hogy érzezem, hogy is benne volt minimum a tehetetlen helyzetek alapján. Itt is, ott is nagy helyzetek voltak nekik, kimatták a büntetőt, ez sorsdöntő volt szintem. De hát ez van most egy ilyen év, bajnokok már nem tudtunk lenni, meglátjuk, hogy mire lehet elég a végén. Úgy gondolom, hogy egy taktikus jó mérkőzés volt, nem biztos, hogy szép játék volt. Úgy gondolom, hogy az első játék részére jobban voltunk, 2-0-as vezetésre tettünk szert. Kaptunk egy elkerülhető gólt, tehát kispályánat mindig benne van, 2-1 után. Egy gól végül is az nem előny, de úgy gondolom, hogy a nagyobb helyzetek végül is nálunk voltak. Ha tudtunk volna még egy gólt lőni, akkor kicsit nyugodtabb a mérkőzés lett volna, de egy jó ellenféllel szemben úgy gondolom, hogy egy 2-1 győzelem mindenféleképpen nagy siker. Hogy érzed, mi oda lehet érni a dobogó legfelsőbb fokára? Hát úgy gondolom, hogy a Turul végül is egy jó csapat, nem biztos, hogy annyit tudnak hibázni, még hogyha mi az összes mérkőzést megnyerjük, akkor se. Mindenféleképpen mi minden meccset meg akarunk nyerni, az most, hogy mennyire lesz elég, úgy gondolom, hogy a dobogóból mindenféleképpen. A Korral Suni és barátai mérkőzés sem tét nélkül zajlott. A Suni együttesének mindenképpen nyernie kellett ezt a találkozót, ha maradási reményeit életben akarta tartani. Ennek megfelelően kezdtek a balról jobbra támadó fehérmezes együttes játékosai, és a mérkőzés elején vezetést szereztek. A Korral továbbra is ólomlábokon mozgott, és a Suni tovább növelte előnyét. Ezután felpörgött a játék, egyre több gólhelyzet alakult ki a sereghajtó kapuja előtt is, és a találat sem maradt el. A félidő zárása előtt a Suni adott hangsúlyt szándékának, és ismét növelte előnyét. Fordulás után is a Suni barátai gárdája volt aktívabb. Ennek eredményeként a Suni pont annyival toldotta meg találatai számát, mint amennyivel az első félidőben terhelte ellenfele hálóját, így 6-1-re nyerte a találkozót. Szerintem elfáradtunk már, múltkor, meg ma is játszott, tegnap is játszottak kupa meccset sokan, meg három emberünk hiányzott, meg jól játszottak, szép kontrákat csináltak, és abban megvertek minket, nem tudunk erre mit mondani. Minden meccs fontos számunkra, sajnos nem vagyunk olyan pozícióban, hogy elszalasztunk ilyen érkezéseket, hát legalább riválisokat, illetve hát a tabella hátsó felén tartózkodókat igyekszünk meglepni a játékunkkal, hát ez most összejött. Mi volt ma a győzelem titka? Hát a győzelem titka, hát nem is tudom, hogy mondjam. Az az igazság, hogy egyik is abban a helyzetben, hogy mondjuk meccs előtt egy órával már ide jöjjön a munkahelyi elfoglaltságok, meg egyéb elfoglaltságok miatt.
A legutóbbi mérkőzés előtti előkészületekből okolva most azért egy fél órára előbb ideértünk, és mindenki hát a láttak alapján látszik, hogy azért kicsit fejbe készültünk jobban a mérkőzésre. Az Aprilia motorosbolt bátran kezdett a Turulline ellen, és ennek meg is lett a gyümölcse. Még a találkozó elején vezetést szerzett. A kapott gól után a listavezető vette át az irányítást, és ekkor az Aprilia már ritkán jutott el a kikekek kapjáig. A Turul fordított, és a félidő hajrája ismét az Apriliáig volt, így 2-2-vel fordultak a csapatok. A második félidőben még nagyobb volt az irány, mint az első 25 percben. Az Aprilia játékosai, vagyis a fehérmezesek tettek szert egy gólos vezetésre. A Turulline próbálkozott, de nem tudta bevenni ellenfele hálóját. A találkozó végére egyéb izgalmak is maradtak, de az eredmény már nem változott, így az Aprilia 3-2-vel gyűjtötte be a 3 pontot. Elég kielégített játék volt, azt hiszem, hogy nagyon jó csapat, tehát ők is tudnak ennél többet játszani, de azt hiszem, hogy önnekik se ez volt az igazi. Hát kemény mérkőzés volt, szoros volt az eredmény végig, hát itt a végén volt egy kis csetepaté, de azt hiszem, hogy ez a mérkőzés hevőben benne van. Hát igyekeztünk tartani az eredményt, ők még igyekeztek a góltogni. Jobban akarták a győzelmet, sajnos a két sérültünk, az nagyon hiányzott a csapatból most. A végén itt elszabadultak az indulatok, te miben láttad az okát? Győzni akartás a végén, mert mi is össze, hogy győzni akartuk, nem megtettünk, de sajnos ma nem ment. Ez benne van a futballba, egyszer ki kell kapni. A 8. Cooper SC a 7. Klubvecával találkozott. A pályán kemény mezőnyjáték folyt. A Klubveca támadásait a kékmezesek remekül szűrték és veszélyes ellenakciókat vezettek. A Cooper már az első félidőben megnyugtató előnyre tett szert, amit fordulás után tovább hízlalt. A Klubveca nem találta a Cooper védelmének ellenszerét, csupán szépíteni tudott. Amikor a Klubveca számára veszni látszott a mérkőzés, 5-1-es Cooper vezetésnél nem adta fel és felzárkózott. A hajrában nagyon nyomott a Feca, termelte a gólokat, de az egyenlítésre már nem maradt ideje. A végeredmény 5-4 a Cooper SC javára. Nagyon jól játszottunk az első fél időben, és nagyon szervezetten védekeztünk. Nagyon sajnálom, hogy második fél időben így elszúrtunk, nem figyeltük, és szorossá tettük ezzel a mérkőzést. Mi volt a hiba, oka a második fél időben? Nem tudom, talán azt hittük, hogy akkor megnyertük, mert vezetünk 4 góllal, és nem figyeltünk annyira, nagyon kitámadtunk. A meccs elejét rontottuk el. Az igazság, hogy a csapat miután 2 pontos rangadót megnyert, elhitte, hogy mostantól a győzelmek önmaguktól fognak jönni, de mint ahogy az mindig beszokott igazolódni, ez így történt, hogy sajnos vereséget szenvedtünk. Visszavetheti ez a vereség a csapatot? Azt hiszem, hogy nem, mert most itt a mérkőzés végén elmegyünk, megbeszéljük a dolgokat, úgy érzem, hogy jövő héten tiszta fejjel a következő mérkőzést meg tudjuk nyerni. És akkor nézzük a 20. forduló eredményeit. Fészeképítők Bádogos 2-5, Fedél Kft. Blúhétfő 6-3, C plusz V Bombon 1-2, Koral Süni és Barátai 1-6, Aprilia Motorosbolt Turulline 3-2, Cooper SC Klubveca 5-4. A tabellát a Turulline vezeti 45 ponttal, második a Bombon 37 ponttal, harmadik az Aprilia Motorosbolt 35 ponttal, negyedik a Fedél Kft. 33, ötödik a C plusz V 32 és hatodik a Blúhétfő 30 ponttal. Egy kis szünet után 7. a Klubveca 24, 8. a Cooper SC 22, 9. a Bádogos 17 és 10. a Koral szintén 17 ponttal. A kieső 3 helyen 11. a Szépőszeder 16, 12. a Fészeképítők 15 és 13. a Süni és Barátai 13 ponttal. Az 1B-ben a 20. forduló után a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Vezeti a tabellát 45 ponttal, második a Maratonsport, szintén 45 ponttal, és harmadik a Fevita, ugyancsak 45 ponttal, igen szoros tehát a küzdelem. Negyedik a Poják BT 41, ötödik a Dekkebau 31, hatodik a Zöldker 31, hetedik a Track Trailer SC 29, nyolcadik a Más Tészta 26, kilencedik a Ságépítő RT 23, tizedik a Fehér Víz 22, 11. a Hungária Taxi 21, 12. a Fehérvár Horgászbolt 19, 13. a Lancaster-Film 15 és 14. a Shell Gáz 3 ponttal. A kispálya mezőnye pici pihenőre vonul, hiszen legközelebb csak május 2-án lépnek pályára a csapatok bajnoki mérkőzésen. Akkor a Bádogos az Apriliával, a Klubveca a Fészeképítőkkel, míg a Szépőszeder a Süni és Barátai együttesével csap össze. Kedves nézőink, ennyi volt mára a kispálya, munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!
Thank you.